Korszerű, modern, a 21. század elvárásainak megfelelő bölcsőde került kialakítás a Szomót központjában. A munkálatok már az utolsó szakaszhoz érkeztek, így a festés, meleg burkolatok szerelvényezés, valamint a játszóudvar előkészítése van folyamatban. Az intézményben melegítő konyha és sószoba is kialakításra került. Azt gondolom, hogy egy óriási siker és egy óriási eredmény a település életében, hogy egy kétcsoportos bölcsödét tudunk ez év augusztusában átadni. Nagyon fontos, hiszen az elmúlt években körülbelül 250 fővel nőtt a lakosság száma, és rengeteg kisgyermekes van, hála Istennek, és azt gondolom, hogy a szülőknek ez egy nagyon nagy segítség lesz, hogy itt Szomódon tudják a gyermekeiket elhelyezni, a 0-3 év korosztályos gyermekeket. Évekkel ezelőtt készült már egy felmérés, akkor is már jelezték, hogy nagy szükség lenne egy bölcsődére. Szerencsére sikerült Európai Uniós forrásból és hazai támogatásból ezt a bölcsödét megpályázni, a pályázatot elnyerni, illetve felépíteni ezt az épületet. A visszajelzések nagyon pozitívak, kettő csoport épül a bölcsödében, azaz 2x14 fő, 28 fő gyermek elhelyezésére lesz alkalmas. A bölcsöde épületéül szolgáló intézmény régen a polgármesteri hivatal volt a településen, így a hely szellemét megőrizve a régi létesítmény egyes darabjait is felhasználták a felújításkor, mint a tardosi vörös márványt. Magával az épület jellegével az volt a célunk, hogy valamelyest megőrizzük az utcaképi látvány, tehát azt tudni kell, hogy itt a bölcsöde helyén egy polgármesteri hivatal, illetve a polgármesteri hivatalunk állt 120 éven keresztül, tehát az az épület ez egy 120 éves volt, ezért amikor a bölcsöde helye került kérdésként az önkormányzati elé, akkor azt határoztuk el, hogy lebontjuk a régi romos polgármesteri hivatalt, és a helyén népítjük föl ezt a bölcsödét. Tervezésnél figyelembe vettük, illetve kifejezett szándék volt az, hogy megőrizzük azt a jelleget, illetve azt az épület tömeget, amit az elmúlt 120 évben megszokhatott Szomód lakossága. A beruházás Európai Uniós topos forrásból és hazai költségvetési forrásból valósult meg. A település a bölcsödét már szeptembertől működtetni szeretné, ezért várják a lendő munkatársak jelentkezését.